A Kárpát-medencében élő és dolgozó magyar és történelem szakos tanárokat hívták meg a Gárdonyi emlékév zárásaként megrendezett szakmai tudományos tanácskozásra. A háromnapos programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Eger és a Rákóczi Szövetség szervezte. Felismerni és vállalni a felelősséget, ezt üzeni Gárdonyi és 1552 a magyar nemzet egészének, mondta a megnyitón dr. Vasas Joachim, az Egri Kereskedelmi Iskola igazgatója. Maradandó szellemi teljesítmény nem csak a művészek alkotnak, hanem a tanárok is, hiszen a diákokban tovább él, amit elültettek. Ezt már dr. Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár mondta. A szellem pallírozása maradandó szellemi alkotás. Úgy látja, különösen az határon túl, ahol a magyar nyelv és irodalom tanárai, a történelmet oktató pedagógusok valódi végvári kapitányoként harcot vívnak az utolsó emberig. A határon túl közösségek megmaradása azon áll vagy bukik, hogy az individualista teljesítmény elérése lesz-e a cél, vagy a közösséghez tartozás lesz erősebb. És ebben az anyaországba vándorlás épp úgy vérveszteség, mint az identitás elvesztése, vagy éppen feladása. Habis László polgármester a Gárdonyi emlékévet úgy értékelte, példás együttműködésre építő, lüktető, eleven megemlékezés volt, amely a legkisebbektől a szépkorúakig minden korosztályt megszólított. Olyan szakemberek folytatnak itt diskurzust, akik a magyarság jövőjéért munkálkodnak, átadják az anyanyelv és az olvasás szeretetét, a történelem igazságát, mondta a polgármester. 1998 óta minden évben megrendezik a történelem tanárok táborát, idén pedig már az irodalom tanároknak is rendeztek konferenciát, emelte ki Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. A konferencia dr. Bicskei István akadémikus irodalomtörténész előadásával kezdődött. Eger a szépirodalomban, Tinóditól Gárdonyiig, ez volt a téma. Közel 100 magyar és történelem szakos tanár vett részt a konferencián.